Megnyílt a Paskálfürdő fedett egysége. Budapest legfiatalabb strandja, a Paskál, 2016. júliusában fedett fürdőrésszel bővült, így egész évben nyitva tartó termálfürdővé vált. A strand létesítését ezen a területen az 1965-ben végzett 1735 méter mélységű kútfúrás tette lehetővé, melyből akkor 1000 liter per perc hozamú 70 Celsius fokos víztört elő. Azonban a fürdő csak később, 1989-ben épült fel. A jelenlegi beruházásig mindössze 2 medencével üzemelt. Az átadott beruházás eredményeként a fürdő területén egy közel 1400 négyzetméter alapterületű új fürdőépület került kialakításra. A fürdő vendégek részére külön parkoló nyílt meg a fürdő melletti területen, így a korábbi 40 parkoló helyet most 190 helyet tudnak biztosítani. Fedett földszinti részen egy tanmedence, egy gyerekmedence, egy gyógymedence és egy kinti-benti vízibárral üzemelő élménymedence is kialakításra kerül. Az új fürdőrészben szaunák, kezelőhelyiségek, valamint egy speciális geotermikus szauna is épült. Ez Magyarország első és egyetlen geotermikus szaunája. A vendégek kényelmét egy beltéri terasz és egy belső udvarban kialakított pihenőhelyiségek szolgálják. Felújításra és átalakításra kerültek a strand medencéi és öltözői is. Az átalakítás során a korábban egybeépített rombusz, illetve téglalap alakú medencék szétválasztásra kerültek. Így jelenleg már külön strand és úszómedence üzemel a strand területén. Ez utóbbi télen is üzemelni fog. A külső 40 cm mély gyermekmedencében egyszerre akár 100 gyerek is pancsolhat. A sportolási lehetőségek is tovább bővültek. Fitnesspark és tengópálya várja a vendégeket. Szeptemberétől a vendégek az OEP által támogatott szolgáltatásokat is igénybe vehetik.